Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyen megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Hazai pályán kapott ki a Mosonmagyaróvártól a kisvárdai futballcsapat. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A jövő héten Nyíregyháza és Kisvárda ad otthont az UEFA Régió kupája négy csapatos selejtezőjének. Miskolcon játszik bajnoki meccset a nyíregyházi kosársuli. 14. alkalommal rendezték meg a fogyatékkal élők megyei sporttalálkozóját. Hazai pályán szenvedett vereséget, és visszacsúszott a tabella második helyére a kisvárdai futballcsapat. Az NB2 13. fordulójában lejátszott mérkőzésen a Mosonmagyaróvár 3-1-re nyert a várkerti pályán. Tehát azt kell mondom, hogy azzal a magyaros betegséggel, ami itt minden csapatnál felelhető, hogy az esélyesség terhe az magával hordja a könnyelműséget, a tompaságot, az elválságot. Néhány játékos esetében nem tudtunk mi semmit kezdeni. Érezhető volt a hét elején, mondtam is már, viszont péntekre talán valamilyen életket visszatért, de mint a példa mutatja, nem elég egy-két nap készülni egy mérkőzésre, egész héten folyamatosan toppon kell lenni, és bizony ez a kéthetes szünet most ártott nekünk. Kiestünk abból a motivációs lendületből, amiben voltunk az Aregerszeg ellen, és hát egy olyan futballt mutattunk be, amelyet már egyszer bemutattunk a szezonban a Békés Csaba ellen, de akkor nem ennek köszönhetően, hanem inkább a fizikai fáradtságnak köszönhetően. Ma pedig egy olyan részével nem tudunk elszámolni, amelyet még egyszer nem szeretnék látni, mégpedig azt, hogy igazából kiteszem a cipőt, jobb vagyok, mint az ellenfél, és majd megoldódik magától. Hát ez egy olyan gyűlölnivaló hozzáállás, amelyet gyökerében kellene kiirtani, de hát ez nem ilyen egyszerű, mert ezek a játékosok néhányan, mert azért nem mindenki, a gyerekkoruktól kezdve már hordják magukban ezt a vírust. Van most is olyan fiatal, aki szintén szenvedettől a betegségtől. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha tanálnánk rá valamilyen injekciót vagy csodaszert, de hát ez sajnos nem ilyen egyszerű. Ennek ellenére azért voltak szakmai hibáink is. Az ellenfélnek az agresszivitása, a mély talajhoz való jobb alkalmazkodó képessége nem tette lehetővé, hogy hátulról ütemesen felépítsük a támadásainkat, illetve a szélső játékunk hiánya azt eredményezte, hogy nem tudtunk megfelelően védelem mögé kerülni, a mögé kerülések után pedig a rengeteg pontatlan beadás azt eredményezte, hogy abból folyamatosan kontráztak, és egy oda-visszafutás alakult ki, és bizony a mi középpályánk ezt a futást nem bírta úgy, mint ahogy az ellenfélé. Meg kellett volna őket az elején egy góllal lepnünk, erre is készültünk. Ehelyett két pontrugásból, amire készültünk a héten, hogy támadásból szerezzünk majd a pontrugásnál gólokat, megvertek. Hát a két szélsővédőnk, amit ma művelt, az katasztrófa volt, de hát van ilyen természetesen. Csak az az igazság, hogy már láttam tőlük többet is, és ez elgondolkodtató a jövőre nézve. Bizonyos időszakok 3-4 meccs után előjön ez a fajta hozzáállás, és hát az a teljesítmény romlással együtt eredményezte a teljes csapatnak a vesztét is. Ez a három pont már elúszott, de lehet újabb hármat szerezni egy hét múlva. Siófokra utazik a Kisvárda. Milyen ellenfél ez, milyen mese lehet ott számítani? Mondom még egyszer, nagyon-nagyon érdekes, mert ketté kell választani. Ebben a bajnokságban vannak jobbnak tartott játékos állományú együttesek, és vannak gyengébbnek. Mint a példa mutatja, mindenki megverhet mindent, minden csapatot. Ez azért van, mert egyszerűen képtelenek a magyar játékosok élni az esélyesség terhével. Nagyon nehéz ezt pszichésen kezelni. Most minden csapatnál, minden héten pszichológusnak kellene lenni. De ez nem ilyen egyszerű probléma. Ezt otthonról hozzák, ezt a betegséget. És ezt, mint mutatja szegény Puskás Nyíregyháza, az esélyes csapatok, akik ott vannak, a Balmazújváros, egy-egy könnyebbnek vett meccsen nagyon könnyen beleszaladhatnak egy pofonba. És akkor, ahogy a mérkőzés most is úgy alakult, 1-0, 2-0, mensz fejetlenül előre, és jönnek a kontra lehetőségek. Most is találhatott volna Mosonmagyaróvár több gólt, de szerencsére elkönnyelműsködték a végjátékot, akkor még nagyobb pofonba beleszaladhattunk volna, tehát ez a lehetőség, ez megvan. Azt kell megoldanunk valahogy, hogy élesek tudjunk maradni. Ezután a meccs után könnyebb lesz Siófokon élesnek maradni, mert utána jön egy rangadó a Nyíregyházával szemben, mert alapjába véve hozza azt a plusz motivációt, ami kell a jó játékhoz. Természetesen nem csak a motivációval, hanem azért voltak itt olyan fizikai problémák, amelyet a következő
egy rövid hét alatt meg kell oldanunk, mert azért a középpályának a futósebessége az elmarad a kívánt szintől, és a szélsőjátékosaink sem tudták azt a dinamikát alkalmazni, amit tettek korábban, és hát erre azért vannak még alternatíváink, most a héten meg kell találni a megfelelő összhangot, hogy Siófokra újra összeálljon. Nem tudom, milyen taktikával érkezett Kisvárdára most a Magyaróvárda meccset látva, elmondható, hogy úgy játszott a csapata, hogy egy csapatnak idegenben játszani kell, ha győzni akar. Milyen elképzeléssel jöttek, és mi valósult meg belőle? Hát felkészültünk, az erős ellenféle játszottunk a Kisvárda ellenfelével, felkészültünk rá szinte két hétig az ő játékukra, vagy a mostani mérkőzésre tudtunk készülni, és azt gondolom, hogy a csapat nagyon fegyelmezetten, alkalmazkodva a körülményekhez, mert egy nagyon mély talajú pálya volt, meg tudtuk valósítani azt, amit elterveztünk, és óriási dolognak tartom azt, hogy idegenbe, tehát egy Kisvárda ellen, aki hetek óta még csak gólt sem kapott, és gólhelyzeteket is alig tudott az ellenfél kialakítani, mi tudtunk 3 gólt szerezni, és még egy tucat gólhelyzetet tudtunk kialakítani a kontratámadásaink végén. Én azt mondom a csapatomra, hogy büszke vagyok rá, mert nagyon jó játszottak, bátran futballoztak, fölmerték vállalni az egy-egy elleni játékokat, amellett veszélyesek voltak az ellenfél kapujára, a mi kapunk előtt pedig koncentráltak voltak, és megtudtuk, illetve nem tudtuk, mert kaptunk egy gólt, de meg tudtuk védeni a kapunkat a góloktól, mi pedig, mondom, gólokat tudtunk rúgni egy nagyon erős Kisvárdának, és teljesen megérdemelt volt a győzelmünk. Megszerezte első idegenbeli győzelmét a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák Egerben léptek pályára, és 76-71-re nyertek a vendéglátók csapata ellen. Nem kezdtük jól is Mitúzsa a mérkőzés, és centerposzton fal problémáink voltak ezzel. Az Emánit le kellett cserélni korán. Varga Marci helyettesítette, de ő még nem volt olyan állapotban fizikálisan. A másik félben védekezést váltottunk, és ezt a harmadik negyedben tudtuk megfordítani a mérkőzés igazából. Jelentette gondot az, hogy ugye a kötelezően bevetendő fiatal játékosok közül ketten is, Vazekas Csaba és Keu Tamás hiányoztak, úgyhogy gyakorlatilag 16 éves játékosok, gondolok itt Sitko Mátonra és Makánszki Mátéra szerepeltek viszonylag sok időn keresztül. Hát ők egymást váltották, de hát 21 perc, 19 perc volt az időmegosztásuk. Tudtuk egészíteni, így készültünk, hogy nekik játszani kell, a Marcika kezdett, Máté váltotta folyamatosan. Ezért is fontos volt ez a győzelem, hogy így játszottunk. Volt egy nagyon jó periódus a csapatnak, amikor átvettétek a vezetés, és gyakorlatilag megalapoztátok a győzelmet. Benne volt ettől függetlenül a levegőben, hogy esetleg nem sikerül nyerni? Az első fél időben igen, benne volt az, hogy esetleg az Eger tud nyerni, de a harmadik negyed úgy sikerült, hogy felül tudtunk kerekedni az Eger fölött. Negyedben pedig már szerintem kezünkbe volt a mérkőzés, a végén már koncentráltan tudtunk játszani, és ezért tudtunk nyerni. A következő mérkőzésen egy olyan csapat érkezik Nyíregyházára, a Honvédról van szó, amelyik 100%-os a bajnokságban. Ismeritek őket, hiszen a felkészülési meccseken játszottatok egymással. Mire lehet számítani? Hát a Honvéd azért nem az a csapattal volt itt, hanem a teljes kerettel volt itt igazából a tornánkon. Két vágott játékosuk nem volt velük. Hát nincsen még vereségük, úgyhogy nagyon kemény meccsre számítok. Remélhetőleg a Fazekas Csapi már tud egy-két percet játszani, mindenképpen jól lenne nyerni. Csak úgy, mint az A csoportban, a B csoportban sem könnyű idegenben meccset nyerni, nektek most sikerült Egerben, nem könnyen hasonló meccset váltál, mint amilyenre sikeredett? Így igaz, abszolút. Pláne a keleti csoportra szerintem ez bőven igaz, hogy itt aztán mindenkit elkaphat, pláne a hazai pályán. Úgy is mentünk el, meg évelen is volt szó róla, hogy teljesen mindegy, hogy 20-szal vagy egy ponttal, de nyerjünk. Nagyon nehéz meccs volt, itt szerintem nagyon sok csapat fog szenvedni, sok élmezőnyhöz tartozó brigát fog itt elhasalni, szerintem Egerben, úgyhogy ez egy értékes győzelem volt. A bajnokság előtt beszéltünk arról, hogy Nagy Krisztiánnal neked kell felvállalni a vezérszerepet. Ebben a csapatban ezzel most nem volt, hiszen a negyedre gyakorlatilag egymagad maradtál a rutinosabb játékosok közül, hiszen a center Emeli Gent és Krisztián is kipontozódott, és a pontok nagy részét te szerezted. Milyen volt ez az utolsó 10 perc? Igen, nem is voltam nagyon megelégedve magammal még a legutolsó meccsen. Tiszaújváros ellen sem nekem, sem a csapatnak nem ment igazán, ezért próbáltam tudatosan is készülni arra, hogy sokkal jobb teljesítmény kell tőlem. Nem hozott minket könnyű helyzetbe, igen, elég jósunk, hogy a harmadik negyedben sok buta faut után végül is kipontozódott, illetve a végén vagy a Kriszó sem volt fent.
elég fiatal volt az utolsó pár percben a csapat. Ernővel is kommunikáltunk a pálya szélén, mondta, hogy legyen nálam a labda. Én vagyok úgymond a legrutinosabb most a pályán, és igazából próbáltam felvállalni ezt a szerepet is. Úgy tűnik sikerült. Milyen meccse számít az a Honvéd ellen, veretlenül érkeznek majd a hétvégén a Continental Arénába? Szintén nagyon nehéz meccsre. Sajnos mi csapatunknak nem lehet igazából a fiatalsága kiindulva, nem nagyon lehet olyan meccset mondani, hogy 1000%-ig biztos. Valószínűleg a hazai pálya miatt én azért minket mondanám esélyesnek, saját csapatunkat mondanám esélyesebbnek, annak ellenére, hogy a Honvéd veretlenül áll. Ők is egy fiatal csapat, de nagyon jól összerakta őket a Puskás Artúr, és nagyon remélem, hogy mi leszünk azok, akik elveszik a veretlenségüket. A jövő héten Kisvárda és Nyíregyháza ad otthont az UEFA Régió Kupája selejtezőjének. A magyar válogatott mellett Horvátország, Finnország és Azerbajdzsán amatőrei lépnek pályára két városban. Sajnos jókora változás történt a keret összetételét illetően, mivel azok a játékosok, akik menet közben magasabb osztályba, akár csak NB3-ba is igazoltak, azok sajnos nem vehetők számításba. Hát őket meg kellett oldani, ez egy 8-9 fő a 18-as keretből, tehát majdnem a fele, úgyhogy jókora vérfrissítésen ment át a keret. Elvileg ugye más megyebeli játékos, akik szerepelhetnek a csapatban, de csak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek vannak, minek köszönhető ez? Voltak a nagy döntőn, voltak velünk Borsodból is játékosok, Pest megyéből is voltak többen. Ez annak köszönhető, hogy pont ők azok, akik feljebb igazoltak NB3-ba, és sajnos a Borsod megyei Szűcs Ádám nem tudta vállalni a szereplést munkahelyi elfoglaltság miatt. Milyen lesz ez a mostani csapat, mire elég egy néhány napos felkészülés egy egyhetes három meccses torna előtt? Hát ha azt nézzük, hogy ha a saját klubcsapatomat azt 3 hónapja építem, és most néz ki úgy nagyjából, ahogy én szeretném, akkor egy ilyen 2 napos felkészülést el lehet képzelni, hogy mire elég. A 2 napban 4 edzést is elvégeztünk, és hát a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni a tornából. Az, hogy mennyire vagyunk esélyesek, horvátok 2 éve nagy döntőt, tehát Európa-bajnoki döntőt játszottak Írországgal, ott 1-0-ra kaptak ki a döntőben. Egy nagyon-nagyon jó csapatról beszélünk, láttam őket már néhány felvételen is. Ők, én úgy gondolom, nem csak az első meccsnek, hanem a tornának is az esélyesei, de megpróbáljuk ezt a 2 nap alatt megtanultakat elsajátítani és alkalmazni, és mindenképpen azzal az igényel lépünk mi is pályára, hogy kijussunk az Európa-bajnokságra. Milyen csapatot szeretnél látni a pályán, melyek a Gerliszki-féle csapatok jellemzői? Hát pont azt szeretném, ami az én csapataimat jellemzi. Egy jó értelemben vett agresszivitás, egy nagyon szervezett csapatot szeretnék látni, akár már ezután a 2 napos felkészülés után is. Tudják elvileg a játékosaink, hogy mit kell csinálni védekezésben, abból, hogy kell átmenni támadásban. Megvannak azok a támadás variációink, amivel meg lehet bontani akár egy szervezett ellenfelet is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogyha ez a 2 nap, ez jól sikerült, ez a 2 nap, és ha ezek megvannak, akkor számíthatunk akár jó eredményre is. Mennyi segíthet a hazai környezet, hiszen minden bizonnyal azért a 13 órás kezdés ellenére lesznek szurkolók, mivel csak egy válogatott találkozóról lesz szó, pontosabban 3 válogatott találkozóról Kisvárdán, hétfőn, szerdán és pénteken. Hát főleg úgy, hogy csak Szabolcs megyei játékosok, és elvileg a 16 megye 1-es csapatból 11-et érint a válogatott behívó. Én úgy gondolom, hogy számít, és sokat segíthet, és eddig ugye nem szerepelt itthon ez a válogatott, egyetlen egy tétmeccset sem, hanem Gyöngyösön, Cegléden és Telkiben kellett lejátszani a kvalifikációs mérkőzéseinket, végre akkor itthon is bemutatkozhatunk, úgyhogy szerintem ez egy nagy segítség, és várunk mindenkit szeretettel, és reméljük, hogy minél többen vannak, annak ellenére is, hogy még ez jócskán munkaidő. 2 hét szünet után ismét bajnoki mérkőzés játszik a nyíregyházi kosársuli Farkasinszky Gyuláni együttese Miskolcon az A-csoportos DVTK 23-as együttes ellenlép pályára. Elsősorban azért itt az utánpótlásra készültünk, tehát ugye a nagy csapatnál ugye a folyamatos munka az, ami,
az, ami mindig is megy, tehát egy kis keményebb erősítés ugye azért ebben az időszakban belefér, de nagyon sokat nem lehet, mert ugye az utánpótlás az minden hétvégén játssza a mérkőzéseit, tehát innentől kezdve azokon a napokon, amikor nem együtt edzenek, akkor fél bele az, hogy kicsikét a nagyokkal keményebben már, amikor ugye lehet, mert azért itt ez a munkahely, iskola és minden más egyéb betegségek, szalagavatók, stb. Azért maximális behatárolja azt, mikor és kivel, hogy fogunk tudni edzeni. Ettől függetlenül készülünk a Diósgyőr ellen, nem lesz egy egyszerű mérkőzés, főleg azért nem, mert ugye ugyanúgy idegenben van, és idegenben a Diósgyőr mindig is erős volt. Főleg úgy, hogy utánunk azért ott lesz az ÁS mérkőzés, amire már a szurkolók is ugye hamarabb kijönnek. Az ottani közegben azért kosárlabdázni nagyon nehéz, főleg úgy, hogy a rutin szép lassan már a 2000-es játékos is rutin fog képviselni a mi egyesületünkben. Ettől függetlenül készülünk az egy-egyekre, készülünk a kettő-kettőkre, ugye, mert ez ami elsősorban jellemzi a támadójátékokat, és meglátjuk az egész pálya, az reméljük nem okozhat gondot meg problémát. Maximum még a zóna védekedés az, ami jelen, hogy a kinti dobásoknak kellene, hogy működjenek. Ezt gyakoroljuk, már a múlt héten is ezt gyakoroltuk, ezen héten is ezt fogjuk gyakorolni, aztán meglátjuk. Az eddigi mérkőzéseken voltak olyan periódusok, amivel nagyon nem voltál elégedett. Mivel lehet ezeket kiszűrni, vagy minimálisra csökkenteni? Nagyon nehéz. Hát ugye elmondtuk már az évad elején is, hogy nekünk muszáj a fiatalokat beépíteni a csapatba, tehát ha tetszik, ha nem. Hiába vannak itt a rutinos játékosok, nem tudják azt vállalni, amit tavaly vállaltak. Egy kevesebb edzés létszámban vannak itt. Van olyan, amikor mérkőzésre tudnak vállalni, mert ugye esetleg a munkahely vagy más elfoglaltság olyan, tehát nekünk most egyértelműen azt kell kialakítani, és azt a csapatot kell megtalálnunk, ami a következő időszakban meghatározó lehet. Én szerintem erre még egy-két hónap rá fog menni, és nem biztos, hogy ez a Diósgyőr meccs lesz az, ami maximálisan ki fogja hozni azt, amit mi képviselünk. Hát nekünk innentől kezdve ugye meghatározott a játékunk az Orsi játéka miatt, tehát a center, és ugyanígy a védekezés miatt is. Ettől függetlenül elkezdtünk megpróbálni ugye egy egész pályás letámadó védekezést a fiatalok miatt, mert ugye ők azért mégiscsak pörgősebbek, keményebbek, meg az ő bajnokságukban ugye ez az, ami általában működik, hogy szinte minden csapat egész pályás letámadásra dolgozik. Tehát ugye egyértelmű, hogy nekünk is fel kell vennünk a ritmus új támadásban, mint védekezésben, és mivel hogy már most ők vannak többen, ezért ugye a nagy csapatnak is valamilyen szinten át kell alakítani a játékát ehhez a játékhoz, ami nem egyszerű. Tehát azt mondom, hogy nekünk azért ezt megszoknunk, főleg a kisembereknek is, ugye, akik egy aránylag biztonsági támadó és biztonsági védőjátékot alkalmaztunk, tehát nem volt az a nagy agresszivitás a játékunk, amit aminek most jellemeznie kell, és hozzáteszem, hogy a maga játékvezetés is ezt engedi inkább. Ugye nekünk ez soha nem volt előnyünk, de most a kicsik bevonásával talán ugye edzéseken is sokkal inkább intenzívebb ez a fajta védekezés. Reméljük, hogy innentől kezdve ugye ez már nem fog nekünk a kisebbekben gondot okozni, az biztos, hogy elmegyünk Diósgyőrbe, egy maximálisan kemény, agresszív, esetleg egy kicsikét, inkább azt mondom, brutalitás fele hajló mérkőzést fogunk játszani. Bízunk benne, hogy a fiatalok segítségével, a nagyok is fel fogják tudni venni ezt a ritmust, hogy ott is azért egy-két embernek kell ráhangolódni, mert ugye a Dia csak ebben nőtt fel a válogatottban, az Orsi ebben nőtt föl, a többiek azok meg majd alkalmazkodnak hozzá, mert sajnos nincs más lehetőségünk. Olyan mérkőzés következik, amely Nyíregyházán és Miskolcon is kiemelt jelentőséggel bír mindig, ráadásul a B csoportos csapat most mutatkozik be hazai környezetben, milyen mérkőzésre lehet számítani szombaton? Természetesen kemény mérkőzésre, mint mindig, ugye itt akár a Miskolc, akár a Debrecen tekintetében. Teszem hozzá, hogy hiába fiatal csapatok vannak, illetve nagyon sok helyen történt ugye a fiatalitás, attól függetlenül nagyon kemény és nagyon nehéz a mezőny. Ugye fent a Vasasnál játszottak most hétvégén, nagyon sokáig kiki meccs volt, aztán a végén végül is a Vasas javára dölt el. Attól is úgy nyilván, hogy kit fognak játszatni, illetve kit nem. De hát azért ők mégis csak egy ácsapattal edzenek, tehát ők tanulnak esetleg mellette, de nem heti öt edzéssel mennek, mint mi. Tehát nekik azért a kosárlabda valamilyen szinten az elsődleges. Hát függetlenül természetes, hogy nyernünk kell, nyerni szeretnénk, úgyhogy reméljük, hogy ez így is fog történni. Te ilyen őrizetre számítasz, hiszen minden bizonnyal a Paklódia is te leszel elsősorban a célkeresztben a miskolci védők részéről. Ez általában így szokott igen lenni a mérkőzéseken, próbáljuk ugye ezt megoldani, próbáljuk a többieket is több helyzetbe hozni, reméljük, hogy ezekkel a lehetőségekkel fognak is tudni élni, hát vagy a kicsik agresszív védekezésre is esetleg meg fogja tudni őket zavarni. Megvannak a lepattanó labdák, odaérünk a védekezésnél, akkor az valami nem lehet probléma.
14. alkalommal rendezték meg a fogyatékkal élők megyei sporttalálkozóját. A Nyíregyházi Városi Stadionban 3 csapat és 5 egyéni sportágban mérhették össze tudásukat a résztvevők. 13 intézményből jöttek el a versenyzők, és közel 150 fővel. Nyíregyházáról 6 intézmény, Nyírbátorból, Mátészalkáról, Újfehértóról és Kislétáról is eljöttek a versenyzők. A mai rendezvényünkön csapatversenyben mérhetik össze a tudásukat a tanulók és a fiatalok, felnőttek. Ez a kispályás labdarúgás, a streetball és a kötélhúzó verseny. Egyéni versenyszámokban pedig van a 60 méter síkfutás, kislabdahajítás, célbadobás, darts és a bocsa. Vigyázz! Mennyire várják ezt a rendezvényt az érintettek? Nagyon-nagyon szeretik, hiszen ahogy kiküldtük a versenykírásokat, rögtön jelentkeztek, hiszen a sérült embereknek a 4 sérülés specifikumból ajánlottunk versenyszámokat, és mindenki, a felkészítő kollégák is testre szabottan készítették fel a fiatalokat, és készültek a különféle versenyszámokba, hiszen nekik is én úgy gondolom, hogy az egészségük nagyon fontos, vigyázni kell az egészségükre, és a sport az a legfontosabb az ember életében, én úgy gondolom, hiszen mindenki a maga egészségének a kovácsa, és ennyit, ha ennyit ide eljönnek és versenyeznek, nem beszélve arról, hogy most fogja tudni, hogy 3. lett mondjuk egy-egy versenyszámban, akkor egy éve van még arra, hogy versenyt gyakoroljon, és akkor biztos, hogy az önbizalma is fejlődik azáltal, mert jövőre már szeretne első lenni ugyanabban a versenyszámban, vagy pedig látja, hogy a másik sérült társa milyen versenyszámban indult, és utána ő is majd megpróbálja ugyanazt lehet a legközelebbi évben. Egész évben versenyezhetnek a fogyatékkal élők, ebben az évben mi van még hátra? A Magyar Olimpiai Bizottsághoz, a FODISZ-hoz, tehát a Fogyatékosok Országos Diák és Szabadidő Sportszövetségünkhöz kell pályázni minden évben. Ők ott meghatározzák, hogy mennyi támogatást kapunk, és nekünk nagy öröm az, hogy Szabolcs megye olyan pályázatot nyújt be a mi szövetségünk, hogy mindig maximális támogatást tudunk elnyerni, és ebből mi egy évben 4-5 rendezvényt szoktunk megajánlani a sportolóknak. A mai rendezvényünk közös ugye a Nyíregyházi Nonprofit Kft-vel. A következő rendezvényünk lesz majd a Fogyatékosok Világnapjára készülünk egy nagy sportág választóval a Continental Arénába, ahol éppekkel együtt szeretnénk a különféle sportágakat bemutatni és versenyszerűen részt venni egy ilyen rendezvényen. Majd lesz a januárban az autista és halmozottan sérült tanulóknak a nagymegyei versenye, és lesz egy énós verseny, tehát az értelmi fogyatékosoknak, otthonokban védő körülmények között élő fiataloknak a nagy versenye, és minden évben elmenjünk, szervezünk egy autóbusz kirándulást, és most Szilvásváradra szeretnénk elmenni. Most ebben az évben márciusban voltunk a Szépasszony völgyébe, Cserépfalván, úgyhogy mi Bogácson tudtak fürödni is, tehát mindig olyanokat próbálunk, ahol szervezni nekik olyan rendezvényeket, versenyeket, ahol szívesen részt vesznek, és eljönnek, és jól érzik magukat. Mert én úgy gondolom, hogy az ő életükben is nagyon fontos az öröm, a kis lelküknek hiányzik az, hogy lelkesedni tudjanak, legyenek ők is boldogok, tudják azt elérni, hogy miben jók és melyek azok a sportágak, ahol eredményesen tudnak szerepelni. A elnök úr, minden sportrendezvény fontos, de talán ez a mai a többinél is fontosabb, hiszen olyanok találkoznak itt most már hagyományosan, akik fogyatékkal élnek, és akik életében ezért a sport kiemelkedő jelentőséget tölthet be egy ilyen rendezvényen.
Pontosan így van, és ahogy a szlogen is mutatja itt mögöttem, tehát ez több, mint sport, és ez nagyon jó kifejezi azt, hogy miről is van itt szó, hiszen a fogyatékkal élőknek egy-egy ilyen sportrendezvény nem csak egy sportolási lehetőséget jelent, nem csak egy kikapcsolódási lehetőséget jelent, hanem valóban azt érezhetik, és joggal érezhetik azt, hogy ők bizony értékes tagjai a társadalomnak, és ráadásul itt olyan célokat tűzhetnek ki maguk elé, amelyek teljesítése esetén olyan sikerélménnyel, olyan élményekkel gazdagodhatnak, amelyel a saját test és szellemi fejlődésüket is nagyban segíthetik elő. Ezért nagyon fontos az, hogy immár 14. alkalommal sikerült megrendezni ezt a rendezvényt. Hála Istennek nagyon jó az idő, ez is hozzájárul a sikeréhez, és bízunk benne, hogy sok-sok ilyen rendezvényen vehetünk még majd részt, mert ez nem csak a fogyatékkal élők számára fontos, hanem az egészséges gyermekek és sportolók számára, hogy lássák azt, hogy bizony ott vannak a fogyatékkal élők is, akikkel együtt, egy közösségben képesek olyan a teljesítmény kiharcolás, vagy teljesítmény véghezütelével olyan eredményeket kiharcolni, amellyel a saját közösségük, megyeik, országok hírnevét öregbítik. Nyugat-Európában már nagyon régen elkezdtek olyan rendezvényeket szervezni, ahol épek és fogyatékkal élők közösen sportolnak. Már a megyében is volt erre példa, terveznek-e hasonlókat a jövőben? Igen, igen, abszolút tervezünk, és ez az irány, amit szeretnénk követni. Tehát nem szeretnénk külön-külön rendezvényeket szervezni, hanem valóban az lenne a célunk. És nem csak a sportrendezvényeknél, hanem a sportrendezvények díjazásánál, illetve az értékelésénél is, hogy egy kalap alá vegyük az egészséges és fogyatékkal élő versenyzőket, hiszen, mint az előbb említettem, ők egy közösségnek a részesei, és valóban közösségben kell élniük ahhoz, hogy eredményeket tudjanak elérni, és azt hiszem, hogy az integrációnak ez a legfontosabb formája, és mi ezt szeretnénk előtérbe helyezni, és ezt a szemléletet követve megrendezni a rendezvényeinket, és bízunk benne, hogy ennek az eredménye az kézzelfogható lesz. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!